Mindenki tudja, hogy most is egy óriási körhintán ülünk, amelyik óránként több mint 1000 kilométeres sebességgel száguld, éjjel-nappal körbe-körbe. A Föld, amin élünk, forog. Rossz rá gondolni, hogy mi történne, hogyha a Föld hirtelen megállna. Mind lerepülnénk róla, irány-kelet. Nem beszélve arról az iszonyatos szélviharról, hiszen ha a Föld megáll, a levegő attól még tovább forog. A következő kísérleteket otthon is el lehet végezni. Felfedezők, utána! Játszunk a forgással. Lehet, hogy körhintára most nem fogunk ülni, de nagyon pörgős kísérletek jönnek. Gyerekek, meg tudjátok-e forgatni az összes pörgetyűt egyszerre? Ezzel kapcsolatban nekem felmerül egy kérdésem, vajon miért jön forgásba egy ilyen test? A gyorsaságtól. Ez egy érdekes válasz. És miért nem borul fel? Talán már középen van a tengelyük, és azok körül forognak. Ez is érdekes elképzelés. De mindjárt megtudjuk ezekre a kérdésekre az igazi válaszokat. Mindenek előtt ismerkedjünk meg az alapfogalmakkal. Ez itt egy kör, és a középpontja. Minden körnek számtalan sugara van, és tetszés szerinti sugárhoz lehet rajzolni egy érintőt. És forgómozgás akkor jön létre, hogyha egy testre érintő irányú erő hat. Még két kérdést tettem föl nektek, az volt az egyik, hogy miért maradnak forgásban a pörgetjük, és ezt ezzel meg tudom jól mutatni. Megrántom egy kicsit ezt a tengelyt, akkor a helikopter túlpörög, és visszahúzza a madzagot. Amikor egy test forgásba jön, akkor a tehetetlenséget tovább pörgeti, ezt forgatónyomatéknak hívjuk. És ahogy egy elgurított golyó egyenesen gurul tovább, ugyanúgy, ahogy elkezdett forogni egy test, ugyanúgy szeret tovább forogni, ezért nem dől el a pörgetjük. A similabda a legjobb eszköz arra, hogy kipróbáljuk. Ha a testet nem tartja valami forgópályán, akkor elröpül. Na most egy ennél veszélyesebb kísérletet kínálok, de ki az, aki vállalkozik rá? Gyere, Lukács, legyél te. Teletöltöm ezt a kannát vízzel, és ezt kellene a fejed fölött megforgatnod, mint valami similabdát. És meglátjuk, hogy mi történik. Ez igen. Most már csak az a kérdés, hogy mi röpítette le a similabdát, és mi tartotta benne a vízzat a kannában. A körpályán mozgó testre két egymással ellentétes erő hat, kifelé a centrifugális erő, befelé a centripetális erő, sugárirányúak. A centrifugális erő tartotta meg a vizet a kannában, amikor Lukács megpörgette, és a centripetális erő nem engedte elrepülni a similabdát, amíg el nem engedtétek a madzagot. Gyerekek, mivel találkoztatok életetekben, ami forog? Pörgetjű. Rindispír. Mosógép. Óriás kerék. Óriás kerék. Frisbee. Kerék. És a kerék. Láttad-e már, hogy mit csinál a kerékkel a gumiszerelő, mielőtt felszereli? Igen. Mit? Centíroz. Most azt fogjuk megnézni, hogy mit csinál, ténylegesen mi történik akkor, amikor a gumiszerelő centíroz. Itt van egy CD-ből készített egyszerű pörgetyű, amelyik viszonylag egyenletesen pörög, és én most ezt elrontom úgy, hogy ráteszek egy jó nagy nehezéket. Az a kérdés, hogy mit lehetne ezzel csinálni, hogy normálisan pörögjön megint? Másododára. Próbáld ki? Hát ez nem nagyon működött, ugye ez sokkal súlyosabb, tehát több gémkapacs kell erre az oldalra. Gyönyörű, Lukács, tapsot ér bele ezt komolyan. A tanultakat a saját testünkön is kipróbálhatjuk. A forgás kapcsán láttuk, hogy a fizika szigorú törvényei szabályoznak mindent, és körülbelül mégis mennyi öröm lehet belőle.
Thank you.